Az MB2 hátcsoportjában kezdte meg a 2023-2024-es bajnoki idényt a Duokor Makói férfi felnőtt együttese. A második fordulóban a mindig erős ellenfének számító mezőtúr együttesét fogadták. A szurkolók ezúttal is egy kélezett meccset láthattak, ugyanis a csapatok szinte végig fejfej -fej mellett haladtak. A félidőben 13-13 volt az állás. A második etában továbbra is felváltva estek a gólok, de a mezőtúr kihasználva a Maros a 43. percben két góllal lépett meg. A Makonak azonban sikerült mindig felzárkóznia, és a vezetést is meg tudták szerezni. Az utolsó percek viszont a vendégeknek kedveztek, így a végeredmény duokor Makói KC mezőtúr 25-26. Még Sistván si elmondta, az ellenfél jó játékosokból áll, és mindig nehéz velük megküzdeni, erre készültek most is. Ugye én azt gondolom, hogy jó felkészültünk ellenük az első fél időben jó is kezdtük a mérkőzést, ott mert jó emlékszem, elmentünk mindjárt négy góllal. Utána voltak hibájaink, amiből visszajöttek, azt hiszem, hogy oda-vissza ugye mentek a gólok. Én azt gondolom, hogy a végjátékot rontottuk el megint, mint akár új kígyósan is, és csak most ugye nem sikerült az X-et belőni. De azt gondolom, hogy most a szélső játékunk volt egy kicsit gyöngébb, ahol ugye többet hibáztunk a végjátékba, és, és ott, hogyha azok a gólok összejönnek, akkor azt gondolom, hogy most mi jövünk le győztesen a pályáról. A csapatjátékos állománya jelentősen kicserélődött, az új igazolások beépítése a játékba még folyamatos, de bizakodva tekintenek a jövőbe és várják, hogy megküzdhessenek az ismeretlen gárdák ellen, ugyanis a bajnokság is megváltozott a tavalyi évhez képest. Ugye a rájátszás lesz, ugye mi azon vagyunk, hogy a rájátszás ugye az első négy csapat fog a fölsőházba kerülni, ugye ezt szeretnénk mi, de ugye nagyon erős a mezőny, ugye, hogy megváltoztatták a bajnokságot, rengeteg csapat ugye erősödött, ott is változtak a játékosok, ugye akik nem maradtak mb 2 ben onnét a jobbak fölkerültek ugye azokhoz a csapatokhoz, plusz ugye nyilván Pest környéki csapatok fognak még hozzánk kerülni, és nem lesz egyszerű a bajnokság, én azt gondolom, tehát sokkal eddig innen a legnehezebb bajnokság lesz most szerintem itt nekünk. Is. A duokormakói KC legközelebb szeptember 23-án 16 órakor lép pályára szintén az Erdei János Városi Sportcsarnokba, ezúttal a Berettyó MSR csapatát fogadják majd.